Dani? Jani? Ez az a show. Én látod, tudom. Mi volt a chattel? Pillanat, hogy összeugrott az egész. Na mindegy. Szevasztok, jó reggelt mindenkinek, hello! Sziasztok! Hogy vagy, Dani, mi újság így hétfőn? Jó vagyok, köszönöm szépen. És te? Ismét itt van Dani, látjátok? Most egymás után, ez már most a múlt héten voltál, vagy két hete? Múlt héten? Én már nem emlékszem. Múlt héten? Nem, nem múlt héten. Na ez nem semmi, látjátok? Van itt 10 év van most streak, Dani streak. És kicsit nőtt a profit. Most már kicsit nőtt a profit, igen, így van, nagyon jó. Hát most főleg a tegnapi csém miatt, ugye igen, a nyeremény hát. Alap. Hát nem semmi, ez azért. Én is befektettem, így megtettem van. A tétjeimet a betonra. Nagyon jó, és elvesztetted az összes pénzed. Hát de hát ez van. Na szevasztok, srácok. Nézzétek, remélem jól telt a hétvégétek. Az enyém az borzasztó jól telt, de tényleg tök király volt. Úgy gondolom, hogy itt a happy hour elején egy-két percben össze lehet foglalni, hogy mi történt. Ez pontosan annyit ér. Nem csak viccelek. Na, srácok, vége lett ennek a Csé bajnokságnak, aminek szerintem rengetegen örülnek, mert ez rengeteg időmet elvette. Úgyhogy vége van ennek a dolognak. Hát végül, most hogy spoilerezzem el amúgy. Na jó, csak viccelek. Végül második helyen végeztünk, tehát nem sikerült megnyerni a döntőt. De ettől függetlenül egy borzasztó jó élmény volt. Még egyszer ez egy közösségi kezdeményezés volt a, úgymond a streamerek részéről, és szerintem egész jól kiviteleztük ezt a szuper dolgot. Szuper. Én tegnap el is felejtettem tényleg köszönetet mondani a résztvevő csapatoknak, meg a résztvevő streamereknek, főleg amiatt, hogy tartották a menetrendet, időben ott voltak, mindenki kész volt, izgalmas meccsek voltak, tényleg mindenki készült, mindenki komolyan vette, attól függetlenül, hogy Isten igazából semmilyen díjazása nem volt ennek a versenynek, tehát ez semmi. A semmiért játszottunk, csak szórakozásból, meg ugye a verseny miatt, mert csak verseny, tehát az tök jó. Úgyhogy vége lett, tetszett, nagyon fontos, hogy még egyszer ez egy ilyen pilot projectnek mondanám, tehát ez egy teljesen egy ilyen próba projekt volt a részünkről. Kialakulóban van még az új szabályzat, mert szerintem valamit biztos, hogy változtatni fogunk. Illetve hát nagyon fontos, hogy a tagok, vagyis ugye a streamerek, akiket meghívtunk, azok tényleg ilyen utolsó last minute, ilyen ad hoc, akiket ismertünk, így meghívtunk. És nagyon fontos volt ugye, hogy azt már láttuk, hogy 16 csapatot nem fogunk tudni összerakni most így hirtelen, de 8-at sikerült, úgyhogy lett volna még olyan, akit például szívesen meghívtunk volna, így a 8-on felül, de nem jött volna ki sehogy se úgy, hogy tudod, meg tudjuk szervezni az ágrajzot, vagy a csoportköröket is, hogy jó legyen. Úgyhogy a következő, hát Suri csapata nyert egyébként, úgyhogy már Suri csapatának kell a Miki golyóját elvinni, ezt majd megbeszélem vele, nem is írtam neki tegnap tényleg, pedig amúgy az alap. És azt akartam még mondani nektek, hogy nagy erőkkel készülünk majd a következő ilyen bajnokságra, ahol én nagyon-nagyon szeretném azt, hogy ha összejönne a 16 csapat, mert egyébként szerintem bőven van annyi itthon Magyarországon, mármint, hogy annyi streamer, aki mondjuk egy picit csézett, vagy valami köze van a cséhez, úgyhogy ez lesz majd a következő terv, hogy ott gyakorlatilag megduplázzuk a csapatok számát, és az eszméletlen jó lesz. Az majd valószínűleg egyébként a C2 megjelenéséhez lesz igazítva. Mi az, hogy csak ne C legyen? Most mondom, hogy C2. Úgyhogy na mindegy. A C2 megjelenéséhez lesz az igazítva, ami eleve szerintem egy hype lesz. És tényleg igyekszünk minél hamarabb megszervezni majd azt, hogyha megjelenik, mert az eleve tök jó, hogy milyen a C2 ilyen verseny szempontjából. Semmi nem jó. Hát igen, ez ilyen. Úgyhogy megnézzük, hogy az pontosan mi lesz. Itt már vannak ötletek azzal kapcsolatban, hogy legyenek ilyen kiemelések. Most az szerint, hogy ki hogyan teljesített most ezen az első versenyen. De mondom, a lényeg az, hogy a következő verseny sokkal több szereplős lesz. Legalábbis remélem, hogy összejön. És hát szerintem az is hasonlóan jó lesz. Hasonlóan biztos vagyok benne, biztos. Ja, úgyhogy innen is gratulálom még egyszer Suriéknak a csapatának, mert ugye ők lettek az elsők, nagyon jól játszottak végig, gyakorlatilag veretlenek voltak a verseny során, nagyon erős csapatuk van, úgyhogy gratulálom. De azért megszorongattátok őket.
Hát a tegnapi első pár, igen. Ja, az elején jó, volt egy kis szorongatás, de amúgy azért a végén kijött, hogy ki a jobb. Nem sok az az, igaz, az első pálya. Az igen, az egy hibám múlott, de hát ez van. Srácok, teljesen jó volt. Én borzalmasan élveztem, mert amúgy szerintem ez a legfontosabb. Meg ugye a streamerek is élvezték, mert én láttam, hogy mindenki be volt hype-olva, nyomatták a watchpartikat, úgyhogy ennek is borzasztóan örülök, és tényleg nagyon nagy köszönet mindenkinek, hogy ilyen komolyan vették ezt a random valamit, amit kitaláltunk. Tök jó. Tök jó ezt látni. El kell mondjam a nézőknek, hogy én a meccsek előtt én mindig láttam, Janin, hogy tényleg annyira rá vagy fókuszálva, meg annyira izgultál, hogy úristen, versenyzés, és hogy hát az a teljesen baj, beleélted magad. De az a baj, tudod, hogy egy versenyhelyzetben muszáj. Igen. Fókusz, full fókuszba lenni, pedig amúgy így is megkaptuk a kritikát, hogy ugye gyakorlatilag nem is kommunikálunk, csak ordibálunk össze-vissza, amiben van igazság. Egyébként ezt hozzá kell tegyem, de így volt ez jó. Húztuk egymásnak a mentáját, na ez az, ami hiányzott az utolsó pályán, ugye? Ez hiányzott egyébként, de tényleg nem húztuk fel eléggé egymást, pedig egyébként ez szerintem tök jól működött. De szerintem, ami elmondható, hogy így a végére, meg szerintem az elején is jó volt, jól működtetek, mint csapat, de a végére meg még jobban összekovácsolódtatok. Nagyon, és... hát igen, és most amúgy sajnálom ilyen szempontból ki fog maradni most ez egy hónap a közös játékból, mert ugye Csabi most fog hazaköltözni Magyarországra, úgyhogy neki az eléggé elveszi az idejét, úgyhogy nem baj, de ettől függetlenül ezt akartam mondani, hogy mert ezt kérdezték is, hogy vége van a kupának, akkor ennyi lesz a csé, nem. Tehát, hogy nem, és tudom, hogy nagyon sokan azt akarják, hogy kodozzak, de nem. Tehát, hogy megígértem egyébként, meg fogom nézni az új COD season-t, mert szerintem kihagytam vagy kettőt, vagy nem tudom, tehát ezt mindenképpen meg fogom nézni, egyébként lehet, hogy be kéne sűrítsem most a hétre. Most pont ez a nagy alok. Mert ezt már olyan régóta mondom, hogy ezt meg kéne nézni. Lehet, hogy az lesz, hogy megnézem az új COD season-t ezen a héten, mert megígértem nektek, de nem fogom a csét abba hagyni semmiképp sem, mert engem borzasztóan beszoppantott most, eszméletlenül élvezem, és az az igazság, hogy így, hogy vannak ilyen kontaktjai, mint például Dead Fox, aki gyakorlatilag, hát hogy mondjam nektek, tehát egy másik dimenziót nyitott ki. Tehát, hogy eszméletlen tényleg, ahogy tudod így, valaki teljesen másképp látja a játékot, felhívja a figyelmünket olyan dolgokra, amit észre se vettünk, úgyhogy mostantól Dead Fox-al indul az intenzív edzés. Helyes, a C2-re. Most olyan lesz, mint még soha amúgy. Úgyhogy nagyon izgalmas, nagyon élvezetes ez az egész. Én borzasztóan élvezem, még egyszer mondom, és egyébként azt láttam, hogy akik nézték a versenyeket, ők is élvezték. Hát Bali is, hát hogyne, Bali mint társedző, de hát ez sose volt kérdés. Nem is kérdezik, mert ez fel sem merül. De Bali gyakorlatilag a csapatnak a tagja. Hát megkérdezik, hogy Bali. Hát nem is kérdezik, egyértelmű. Lassan indul az X-Defiant, így igaz, Coltor, nagyon igazad van, és egyébként arra is rá fogok menni, de mondjuk azt nem hiszem, hogy túlságosan, hogy mondjam nektek, túl nagy gyakorisággal fogom játszani. A Csé az szerintem most már marad így a C2-ig, most már csak kihúzom. Ne legyek már egy bot. Érted, megjelenik a C2-t, azt sem tudom, hogy merre kell menni. Nem. Úgyhogy. Hát a Dead Fox-os edzés tegnap volt egyébként az első és egyetlen edzésünk Dead Fox-szal a meccsek előtt. Egyébként rengeteget segített. És a nagy része a dolgoknak, amit elmondott, hát nem került rá sor, mert nem jutottunk el odáig. De ettől függetlenül jó volt, tényleg. Nagyon. Örülök neki tényleg, hogy tetszik nektek, és egyébként természetesen most én nem tudok ennyire a jövőbe beszélni, most ez a C2-es verseny ez itt van előttünk, és ez tényleg egy ilyen következő cél, de egyébként elképzelhető, hogy a jövőben más játékokkal is meg tudjuk ugyanezt csinálni, streamerekkel. Ugye régebben volt ez a Twitch Rivals, azzal is egyébként például az volt a gond, hogy a magyarok közül ugye nagyon kevesen tudtak ezen részt venni, mert nem tudom, meghívtak Magyarországról két csapatot mondjuk, vagy két streamert úgymond, és ennyi volt, de hogyha saját magunknak tudunk szervezni a versenyeket, szerintem az tök jó. Oké, hogy itt nincs 50 ezer dolláros díjazás, de hát most na. Amúgy szerintem a nézőkért a játék, meg az egész élmény szerintem sokat többet ér. Persze. De most itt őszintén mondom. Tehát, hogy oké, persze az is hozzáad, hogy mondjuk tudod, hogy ha most nyerek, akkor nyerek 3 ezer dollárt, az egy tök menő érzés, meg tök jó dolog az is,
de ez, hogy így be tudtuk vonni a nézőket, én álmomban nem gondoltam volna, hogy mitől 4000 embert érdekel a Csé. Tehát, hogy 10 éves játék. De például, ami, hogy mert minket úgy nagyjából annyian néztek, amikor volt verseny. Szóval ez tök jó. Úgyhogy nézzétek, tök jó volt a hangulat. Én annak örültem, tudtatok szurkolni. Az is annyira király volt, hogy bármikor így nyomtuk, igen. És oda néztük, és ilyen beton spam, érted? Annyira király volt tényleg, nagyon jó volt. Örülök nektek, hogy tetszett. Tudom, hogy nagyon sokan egyébként most ismerkedtek meg a Csével ilyen szinten, tehát ilyen szempontban, ez is, ennek is örülök, hogy legalább jobban átlátják a játékot. Például így valószínűleg sokkal nagyobb élmény lesz mondjuk nekik nézni egy Cségó világbajnokságot, mert most legalább nagyjából átlátják, hogy mi van. És ez tök jó. Úgyhogy, ja. Egy páran hiányolták, azt láttam a úgymond a közvetítést, hogy nem volt broadcast. Dani is hiányolt, én ezt tudom, de ennek pont az volt a lényege, és ezt beszéltük meg, hogy ne az legyen, hogy mondjuk egy csatornán megy egy hivatalos közvetítés kaszterekkel, és ott lehet nézni, hanem pont a streamereknek legyen ez úgymond egy boost. Igen, igen. De te viccen kívül, mert azért szerintem látszott az, hogy több ember nézte az adott streamereket, amikor játszottak, már csak emiatt is, mert ugye ott kellett nézni. Úgyhogy szerintem ez tök jó volt. Tök jó volt. Remélem, hogy mindenkinek egyébként így jó volt. Mondom, az lesz majd egyébként, mindenképpen ki fogjuk kérni a többiek véleményét, van egy ilyen közös Discord csoportunk most már a streamerekkel, és akkor mindenképpen szeretném velük is megbeszélni, hogy milyen visszajelzéseik vannak, hogy mi az, ami mondjuk javítsunk a következő versenyre, és akkor ez alapján nekiállunk majd a visszajelzések alapján elkezdeni szervezni. Nem tudom, hogy mikor jelenik meg a C2, ezt ne kérdezzétek tőlem, mert hát nem tudom. Az volt, hogy Summer 2023. Hát a Valve-ot ismerve ez azt is jelenteti, hogy tél. Tehát, hogy ez semmit nem jelent, de amikor ahhoz fogjuk igazítani. Tehát addig nem hiszem, hogy lesz verseny. Ja. Úgyhogy ennyi volt a magyar streamer bajnokság, le is zártuk. Az egy kicsit hosszabb lett, mint gondoltuk, de szerintem tök jó volt. Ja. Nagyon. Én nagyon örültem, mert nem is tudom, mikor volt a múltban ilyen verseny. Mert ugye a streamer verseny. Aha. Hát a Rivals volt. A Rivals, igen. És én azokat is nagyon szerettem. Aha. Ja, úgyhogy én nagyon örültem, hogy volt. Igen, hát jól van, Dani, akkor örülök, hogyha örültél. Ez a lényeg. Igen, legközelebb le lesz fektetve jobban már előre, hogy pontosan hogy működik ez az egész. Meg ami ugye jött a többiektől visszajelzés már rögtön az elején, hogy valaki olyan kevés meccset játszik. És akkor, hogy legyen több meccs, majd igyekszünk ezen is valahogy alakítani, csak hát az se jó szerintem, hogy mondjuk van egy verseny, ami tart egy 2 hónapig, vagy nem tudom, másfél hónapig, mert hogy úgy lehet leszervezni. Azért nem egyszerű egyébként megszervezni a meccseket. Én mondom, én borzasztóan hálás vagyok a többieknek azért, hogy így sikerült, mert azért öt embernek a programját megszervezni, vagy egész pontosan 10-nek egy időpontra necces. Főleg úgy, hogy tényleg ez úgymond egy tét nélküli bajnokság, és hát mindenki szabaddá kellett magát tennie, de azért csak összejött. A Double Elimination jó volt, szerintem is amúgy. Ez így tök jó. Tök jó volt. Na. És régebben volt, hogy már részt vettél ilyen Cségó versenyben esetleg? Még annak idején, mikor? Akkor ez volt az első ilyen? Hát nekem igen. nem voltam ilyen verseny. Jó, hát voltak ilyen lanok, de ez ilyen fun volt az egész. De amúgy, ja nem, sose voltam ilyen verseny. Mert szóval, hogy régebben eléggé élted, nagyon sokat játszottál. Ja, hát játszani nagyon sokat játszottam, mondom, még amikor, hát, nagyon régen. De akkor nagyon sokat játszottam, de akkor nem voltak még ilyenek, szerintem. Vagyis voltak ilyen random, nem is tudom, mik voltak azok. Volt valami nevük, 1.6-ban amúgy, amiket szerveztek így hetente. De már nem elég szóval, volt valami neve ezeknek, de már nem ugrik be. Na mindegy. Azok voltak, de azokon se játszottam nagyon. Úgyhogy ilyen bajnoksága még soha nem volt. Soha nem voltam. Night Cup-ok. Azok. Köszönöm szépen. Az. Nem jutott eszembe. Az. Azok voltak a régen a Night Cup-ok. De nem játszottam azon se. Nem. Meg itt írják a nézők egyébként, hogy az is menő lenne, hogyha offline lenne a második. Ja, bajnokság. Hogy fullan. De gondolom, hát inkább úgy, hogy a vége, hát, nem? De az úgy basszus, igen, azt akartam mondani, hogy ez rengeteg idő. Hát most gondolom, ez több nap. Amúgy mehet végül is a LAN.
Az nem is rossz ötlet. Figyelj, berakunk ide 5 gépet, meg ide is, és akkor... Amúgy? De nem az. De valami random helyen. Ja, ja. Egyébként igen. Igen, igen. Na mindegy, ezt majd még megálmodjuk. Mai napig álmom egy lamparti. Tehát Zsófixnak ez az álma, látod, ezt se gondoltam volna. Zsófix, te csézel amúgy? Nézd meg. Következő. Ott is rakja van. Rakja a puzzle-t, és közben így. Amúgy csézik, kiderül. Igen. Másik screenen. Lano, mehet a hambi. Amúgy lehet, hogy nem is rossz ötlet a lan. Na, ezt még majd ezt megbeszéljük. Azért jó a lan, mert akkor nem merül fel az valaki, hogy egy netplayer. És akkor ott érted, mert ott nincs izé. Gyere, baszki. És ott az a jó, hogyha valaki fejlik, és oda tudsz menni hozzá. Fasz csinálsz! És akkor így már egészen más. Nagyon jó. És akkor lehet izé, és akkor lehetne csinálni, tehát az lenne, hogy lenne lan, és akkor valaki felbassza a másik, akkor leállítjuk a meccset, és box. Lenne egy ring. Gyereget! És akkor mehetsz, rögtön mész rá. Na, ez nagyon tetszik. Ez jó. És akkor az is lenne élőben. És az is kommentátorra. Tudod, rendesen. Hát ez hatalmas lenne amúgy. Hát akkor Fekete Miki össze fogja csomagolni a népet, ez igaz, erre nem gondoltam. Na figyeljetek, nagyon jó ötletek vannak itt, nagyon jó ötletek, végig kell gondoljuk, mert azért ki is kell ezeket vitelezni, ez egy nagyon szép magyar mondat volt, szóval ezeket kivitelezni is kell, úgyhogy nem egyszerű. Hát igen, igen. Azért van ennek egy költsége, nyilván. Zsózét meghívnánk persze LAN-ra, ez nem kérdés. Hát egyértelmű. Mármint a LAN-nak lenne költsége? Hát most csak abban kiindulva, hogy ugye volt a PUBG event, nyilván annak is volt egy költsége, mondjuk itt nem lenne annyi szereplő. Nem, egyáltalán igen, nem. Igen. Meg ugye itt az a jó, hogy Isten igazából egy fix, tehát egy 10-es gép setup-pal lemehet az egész, csak akkor mondjuk nagyon hosszú időt. Akkor tényleg így a top 4 vagy top 8 csapattól lehetne egy LAN, hogyha úgy alakul, igen. Mert különben nagyon hosszú idő lenne. De mondjuk 2-10-es setup. Na mindegy, hagyjuk. Ezért nem most fogjuk megszervezni, de nagyon köszi. Nálatok nem tudom, elférne. Hát amúgy elférne, necces. Csak az jutott eszem, hogy a nézők. Igen, a nézők miatt. Igen. Figyeljetek, ezt most nagyon előre szaladtunk szerintem ebbe, de nagyon szépen köszi az ötleteket. És még egyszer köszi mindenkinek, aki nézte ezeket a meccseket. Nagy élmény volt. Nekem mindenképpen. Még eleve soha nem játszottam még ennyire durva csapatba, tehát itt tök jó. Jó volt. Adira, a következő versenyre összekapom az aimot, mert nem elég clean. Na mondjad, Dani, mi az? Dani készült nektek programokkal. Készült, abszolút. Azt még mielőtt megnyitnánk, csak egy ilyen kis light-os bevezető téma. Na mond. Hogy itt van a nyári szünet, és csak úgy meg szerettem tőled kérdezni, hogy te emlékszel esetleg, hogy a nyári szünetben így mondjuk középiskolátásoliban, hogy mikkel foglalatoskodtál, vagy mivel szeretett tölteni a... Az egy nagyon rossz kérdés, Dani. Na várják, attól függ, mikor? Általános iskolában? Aha, például. Fú. Csésztél. Nem, általános iskolában nem, annyi, nem. Hát játszottam egyébként, nagyon sokat játszottam, ezt hozzá kell tegyem, de nem, akkor még nem csésztem szerintem. Vagy igen? Lehet, hogy középsuliban. Középsuliban minden nyáron csésztem. Egész végig. De hát, hogy az nem volt kérdés, ott végig pörgött a csé. Tehát rossz embertől kérdezted ezt, Dani. De általános suliban, hát figyelj, nagyon sokat voltam a nagymamámnál, meg utazgattunk, mármint, hogy így Magyarországon belül kirándolgatunk, a mamámékkal is például. Nem is tudom. Nagyjából ez. Meg ugye középsuliban, hát várják, középsuliban még a csén kívül egyébként dolgoztam. Tényleg? Én az összes nyári szünetet végig toltam. Ja. És mit dolgoztál? Én újságot hordtam ki, Dani. Tényleg. Komolyan. Valami rémlik, lehet meséltem. Hát újságot hordtam ki, meg meséltem, ezt már meséltem. Újságot hordtam ki, meg gyorsan akartam mondani, a strandon dolgoztam, mint vízi segítő szolgálat. És így egész nyáron végig? A végig egész nyáron nyomtam, persze. Ez kemény. Hát én melóztam közé. Hát én egészen szerintem, hát 9-be már, tehát hogy amikor kezdtem a közösült, már azon a nyáron nyomattam. Végig nyomtam. Simán, persze. De amúgy nagyon élveztem. Csak egy önszántatból, hogy legyen egy kis zseppénz, vagy...
izgatott engem az, hogy milyen valakinek dolgozni, meg hát a pénz is persze, de hát mondjuk az hagyjuk, hogy mi volt a pénz, de ettől függetlenül egy fagyit vehettem belőle nagyjából, de ettől függetlenül ja, izgatott maga a meló. Szerintem tök jó volt. Az ez nem semmi. Egy... Hogy? Ez a hozzáállás, nem ez példamutató, hogy... Nézd, nem lehet 16 éves kor alatt dolgozni most már. Hát én 15 voltam, amikor elkezdtem, igen. De? De akkor még lehet, hogy lehetett. Amúgy akkor is volt egy 16 éves korhatár, szerintem. Ne. Én úgy emlékszem, hogy amikor, amikor először kezdtem, ahhoz szülői beleegyezés kellett, vagy valami hasonló volt. Amikor nem voltam még 16. Igen. Valami volt. Igen, 15-től lehet szülői engedélye. Ugyanez volt, amikor én is voltam. Azt hiszem úgy volt. Igen. Piszak azt mondta, hogy biztos csak a csajok miatt. A csajok miatt? Hát a strand az izgalmas volt ilyen szempontból. Csak az a baj, a stranddal, ezt már meséltem nektek, most még egyszer nem mesélem el a sztorit, de hát a strand az nagyon ilyen, hogy mondjam, keserédes élmény, mert ugye lát az ember szép dolgokat, meg nagyon jól kinéző dolgokat is, Dani, meg nagyon rosszakat is látsz. És ez a gond, hogy ott van egy... Hát, na mindegy, ebben nem megy bele. Szóval vannak undorító dolgok. Vannak undorító dolgok. Meg egyébként nagyon durván véres is ez a meló. Sokszor. Hát Dani, nagyon sok ember megfordul a strandon, és mindig van baleset. Tehát olyan nincs, hogy nem. Valaki elvágódik, bebassza a lábát, szétvágja a csempe széle, mit tudom én. Tehát, hogy valami mindig történik valakivel, és amúgy nem olyan jó ez a meló ilyen szempontból. Úgyhogy minden melónak megvan az árnyoldala, de na, azért vannak dolgok, és akkor rohanni kell. Megmondom, azért tényleg volt, vagy 2-3 eset, amikor paszki be kellett ugorjak a vízbe, aztán ott rendesen segíteni, mert rip. Tehát, hogy nem volt egyszerű. Úgyhogy mindig van valami. Úgyhogy nem irigylem azokat, akik ilyen helyen dolgoznak. Arról nem beszélve, hogy én ugye itt a Debrecenben dolgoztam az élményfürdőn, vagy élményfürdőben, és hát ez egy ilyen kupola volt, meg most is az, és olyan meleg van, Dani, hogy meghalsz. Tehát ilyen 50 fok. Hát süti a nap, és olyan páratartalom végig, mint az állat, és hát az nagyon durva volt. Hát ott olyan volt, hogy reggel megkaptunk, annyi volt egész napra, hogy kaptunk egy másfél literes vizet, érted? Jéghideg volt, mikor megkaptam, és bevittem, és egy olyan 40 perc után olyan volt, mint a pisi, gyakorlatilag a víz. Tehát olyan meleg van benne, meg olyan páratartalom. Durva volt. Ja, úgyhogy nagyon kemény volt. Akkor minden nap egy ilyen 1-2 kilót így. Vagy 1-2 kiló, vagy 1-2 liter víz. Annak volt a legrosszabb, és ezt egyébként random osztottál be, meg váltottuk egymást, hogy ki melyik csúszdánál van, meg ki hol van. Annak volt a legrosszabb, aki a legtetején volt. Mert tudod, van egy ilyen nagyon magas csúszda ott bent, egy ilyen hatalmas csúszda, és aki ott volt a tetején, az olyan szinten kapta a meleget, hát ott nem lehetett megmaradni. Az nagyon durva volt. Úgyhogy le a kalap. Egyébként most is ez van szerintem. Biztos vagyok benne. Kemény meló volt. De amúgy jó, én élveztem. Azt is. A meleget annyira nem, de amúgy meg a meló nem volt annyira nagyon rossz. De az újságban ez nem jobb volt. Csak ott meg így, hát, nagyon utáltak. Ja, mert emlékszek valamire, hát ez nem így... újság volt, Isten igazából. Csak így volt meghirdetve a meló. Tehát ez egy reklám. Tehát egy reklám szarokat dobáltam be, tudod, az embereknek. Na, ezt nagyon utáltak tényleg. Fú, az nem volt jó. Ilyen szempontból. Nem biciklivel nyomtam, gorundosz. Nyomattam a zenét, pergett a bicikli. Amúgy ilyen szempontból el voltam, tényleg. Rohadt meleg volt, de biciklivel nyomtam. Végig ringáztam. Jó voltam. Nice. Nem nice. Csak szó, hát szórólap is volt, de nem, hanem vannak, tudjátok, ezek az ilyen újságok, amik gyakorlatilag tele vannak reklámmal. Hát ilyen reklámújság, és azokat dobáltam. Úgyhogy amúgy én is. Nyáron volt, hogy én is dolgoztam. Én főleg ilyen diák munkákat csináltam. Na. Egyébként kicsit hasonlít Pistihez, mert én is voltam ilyen elektronikai áruházban. Igen. Csak én nem a tévé, vagy Pisti tévé osztályon voltam, nem tudom. Én igen. Meg az ilyen konyhai gépeknél voltam. De egy diák melóba? Uh-huh. Ezt járultad az ilyen pirítóst? Ja. Pirítós tűzszer, minden. Volt, meg nagyon sokféle. De miért, meg kell tanulni a specifikációit? Igen. Azt a rohadt életben. Figyeled? A mosógépeknek, meg minden.
meg nagyon sokféle diákmunkát csináltam. Talán ez volt az, amit annyira nem szerettem, nem tudom miért. Valahogy így én nem vagyok olyan beállítottságú, hogy én most ott így mindent így eladok, meg így rátuk málok, hanem így próbáltam mindig így segíteni az embereknek, hogy erről a gépről lesz lehet tudni, stb. De ami például ilyen, amit nagyon élveztem, az volt olyan, hogy van egy nagy ilyen bevásárlóközpont, és akkor voltak ilyen kis gyerekprogramok például, hogy volt, mit tudom én, egy bohóc, akit ott ilyen lufikat hajtogatott, meg lehetett ilyen rajzolni, meg mit tudom én, és akkor nem tudom, ez csak ilyen, volt ilyen diákmeló, hogy kiszerveztek egy ilyen programot, hogy jobb legyen a gyerekeknek, és akkor mit tudom, én voltam supervisor, és akkor én felügyeltem, hogy mindenki ott legyen, meg hogy kiraktuk a kellékeket, a játékokat. Azt a rohadt. Szóval ezt csak azért akarom mondani, hogy esetleg aki ki szeretné próbálni, hogy vannak olyan diákmunkák is, amik ilyen tök ilyen fun az egész. Tehát, hogy ilyen gyerekekkel van olyan. Például. Aha. Meg, hát azt már meséltem. Animátor, azaz. Igen. Ez az izébe is volt a strandon, animátor. Igen. 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 Meg nyilván az is, hát én kicsit ide sorolom, mert az is diákmunka volt, például ez a statisztálás, de arra már meséltem. De hát az volt a legeslegjobb, nyilván. Melyik? A statisztálás, hát. Jó, Dani. Az tényleg, azt én még most is mindenkinek ajánlom. Ez diákmeló volt? Egyébként szerintem valahogy diákmeló volt, vagy nem tudom pontosan, hogy, de én úgy emlékszek rá. Aha. De mindegy, igazából annyi a lényeg, hogy ilyen statiszta cégekhez jelentkeztem, és akkor engem mindig is érdekelt, meg tudom, hogy téged is, az ilyen, tényleg ilyen forgatások, hogy készül egy film. És ilyen szempontból szerintem hihetetlen nagy élmény volt részese lenni annak, hogy akár egy Barátok közt epizód, vagy egyébként Jóban rosszban is voltam egy picit. De amúgy vicces volt az is, hogy hát nem tudom, ez mennyire ilyen titok, de már olyan rég volt, hogy mindegy, hogy például az a Jóban rosszban tényleg egy ilyen ponelbe volt az egész, az egyik emeleten. És akkor ott volt egy ilyen bolt kialakítva, így a panelházaknak a közepén, az is tök érdekes volt, hogy így nem gondolnád, hogy tessék. Ott van a stúdió. Ja, mert abban is volt? Á, de csak egy részig. De szerintem csak Barátok közben voltam. Csak Barátok között említettem, de amúgy a Jóban rosszban is voltam. Hallod, kész? Ez mi? De ráadásul ez konkurens csatorna, nem? Ja, úgyhogy. Leszarták és statiszták, hogy miben vannak, meg miben nincsenek. Nem semmi vagy, Dani. De egyébként, ez nagyon gáz, de amúgy az Éjjel nap a Budapestben is voltam egyszer. Hát hallod, ez eszméletlen ez az ember. Ezt nem hiszem. De igazából tudom, hogy ezek nagyon, nagyon ilyen. Na jó, inkább nem mondok semmit, mert biztos sokan azt gondolják, hogy úristen. De maga az, hogy látni azt, hogy történik egy ilyen forgatás, az tök érdekes volt az Éjjel-nappal Budapest, mert pont egy ilyen bulis részen voltunk. Aha. És akkor tényleg ott bulisztak az emberek. Uh-huh. Tehát egy ilyen szórakozó helyen voltunk. És te is ott nyomadtad? És nekem is az kellett, hogy ott állok a pultnál. Aha, ja. Például, és akkor, hogy ne az legyen, hogy egy ilyen furrandom ember csöztetel. Ott álltál a pultnál? Ott álltam a pultnál, és akkor úgy kell csinálják, mintha így dumálnék valakivel, ja. És dumáltál amúgy valakivel, tényleg? Igen. És miről beszéltetek? Hát ez ilyen furrandom, igen. Abszolút hülyeségekkel. Tudtad, hogy a ibolyák amúgy lilák? Hát igen. Nagyon durva. Igen. Jaj. De hát nyilván a legeslegjobb. Egy sztár, igen. Az a Birdsong volt, az a háborús igen. Meg ott kaptál jelmezt is, meg minden. Kaptam jelmezt, csináltak rám, tudod, ilyen sebeket, én tiszta vér voltam, meg csak az volt a rossz, hogy kb. Olyan meleg volt, mint most, aha. És kint voltunk egyeken, aha. És ott rajtunk volt ez a katonaruha, meg a fegyver, és iszonyatosan meleg volt, és sehol árnyék. Úgyhogy vicces volt. Az durva. De maga az élmény, de az nagyon volt. Milyen király diákmunkák vannak, én meg viszem azt a rohadt reklámus. És amúgy ezt nem is mondtam, remélem nem haragszik meg a haverom, de az egész úgy kezdődött, hogy akkora mázista volt a középiskolában az egyik osztálytársam, mert ő is jelentkezett egy ilyen céghez, és képzeld el, nem tudom, emlékszel rá, egy nem tudom hány éve itt volt Magyarországon Angelina Jolie meg Brad Pitt. Itt forgattak egy filmet. És a főszereplő csávóra hasonlított az én osztálytársam, és őt választották ki a fénydublőrének. De mi Brad Pittnek? Nem, hanem volt, nem tudom, abban a filmben egy ilyen, nem tudom ki volt most a főszereplő hirtelen. De ők voltak ketten, nem? Vagy lehet egy... Na mindegy, igen. Volt egy szereplő, és arra nagyon hasonlított.
És aki esetleg nem tudná, a fénydublőröknek az a feladata, hogy ne az legyen, hogy amikor beállítják az adott jelenethez a setupot, hogy ne a színész álljon ott, hanem általában azt szokták csinálni, hogy egy nagyon hasonló embert beküldenek, és akkor beállítják a fényeket, stb. Hogy a színésznek ne az legyen, ott áll egy órát egy setupba, és akkor És emiatt, és őt választották be, és emiatt volt lehetőség találkozni Angelina Jolie-val, meg Brad Pitt-tel, meg csomó dumáltak. Hát és tényleg ez egy olyan élmény szerintem, ami nagyon keveseknek adatik meg. És igazából innen jött, hogy na jó, akkor most már én is jelentkezek, és akkor... Na jó. Úgyhogy ez nagyon menő. Így már mindent értek. Azért nem semmi. Na látjátok, ilyen emberek dolgoznak itt nálunk. Még én sem tudtam a legtöbb részét, de nagyon menő amúgy, Dani. Referenciában ott volt. Referenciában, igen. Így van, így van. Nem semmi. Ugye tényleg ez egy ilyen életre szóló élmény. Hát ezt el is hiszem, hogy az. El is hiszem, hogy az. Igen, amúgy Angelina Jolie-ra hasonlított a barátja. Igen, igen. Így hajat nevezted, és akkor... Ennyi, ennyi. Na ennyi. Meg például részt vettem ilyen reklámokban is, az is tök érdekes volt, hogy készül egy reklám. Reklám is voltál? És látszott is az arcod? Hát én nagyon-nagyon picit, nagyon picit. De ezek neked megvannak amúgy? Szerintem meg. Az összes ilyen szereplésed megvan? Szerintem, hát nem, a jobban rosszban az nincs, mert azt nem néztem egyáltalán, azt nem de volt kedvem. De azt melyik részben vagy? Mert... Fogalmam sincs ez. De azt szerintem ez egy nagyon kicsi, kevés volt az. De ott is a háttérben voltál. Hát csak annyi, hogy boltban így elmentem. Ezt nem most amennyire látszódhattam. Hát ez hihetetlen. Dani, az akkor a tapasztalattal rendelkezik, hogy nincs ilyen. Kész. Úgyhogy amúgy ilyen szempontból tényleg így, hogy mondtad, hogy te is dolgoztál. Ja, de ja. Most visszatérve egy a munkához, hogy abban a szempontból szerintem tök királyok ezek a diákmelók, hogy tényleg megtapasztalod azt, mielőtt bekerülnél az éles, hogy mondjam, suli utáni életbe, amikor már tényleg dolgozni kell, hogy kicsit így megtapasztalt, hogy milyen másokkal együtt dolgozni, és tudod, hogy ez még nem olyan komoly, ez csak egy diák munka. Ez nagyon-nagyon-nagyon hasznos dolog, srácok. Én mindenkinek ajánlom, amúgy igen. Mindenképpen. Itt is érted, mi a fürdőbe is ment a küzdés, mi is volt az? A beosztás... Ki mikor igen, dolgozik, igen. Nem, én nem érek rá ilyenkor, de ráérsz, nem. És akkor ott ment a fájt, hogy most akkor mi van a kőpapírolló, és akkor az, tehát így eldöntötte. De tényleg itt nagyon sok mindent megtapasztal az ember. Milyen, amikor kurva ideges a főnök. Igen, igen. Az is kurva jó amúgy. De ezeket át kell élni, ezek tök jó dolgok. De komolyan. Szerintem ezért jók ezek, ezért jó találkozni. Meg amúgy szerintem annyi tapasztalatot gyűjt az ember, hogy amúgy sokkal talpra esettebb lesz. Így mindennel kapcsolatban. Igen, mert egy kicsit igen. Így benne van, főleg így középsori elején meg közepén is az ember egy ilyen, tényleg egy buborékba, a család védőhálójában, és ez így totál kiszakít belőle, és így megtapasztalod, hogy amúgy nem ilyen nagyon fán az egész világ. Igen, és jaj, de jó, hogy ezt mondod, hogy ezt a buborékot, mert tényleg az a rossz, hogy gyakorlatilag, ha nem csinálsz mondjuk ilyen diákmunkát, akkor csak akkor tapasztalod meg, hogy milyen dolgozni, amikor befejezed a sulit, és az a baj, hogy nincs nagyon lehetőséged se az általános iskola alatt, se a középsuli alatt. Sajnos nincsenek ilyen, nem is tudom, ilyen tevékenységek, hogy mit tudom én, ilyen gyárlátogatás. Jó, lehet, hogy van ilyen. De most már van azt hiszem ilyen, hogy kötelező szakmai gyakorlat. Nincs ilyen? Vagy kötelező gyakorlat? Én úgy tudom, hogy a főiskolámban, meg az egyetemben. Valami van. Van már ilyen. Ott lehet, hogy van. Vagy ilyen önkéntes, kötelező önkéntes meló. Vagy ez nem tudom mi. Nincs ilyen? Valami, mint hogyha lett volna az elmúlt évben. Az csak szakmáknál van. Szakmáknál. Aha. De mindegy, de a lényeg az, hogy... Ja, aki gimibe jár, akkor az gyakorlatilag az nem is találkozik semmi ilyesmivel. 50 óra közösségi szolgálat. Jó, de mondjuk az nem feltétlenül olyan meló. Nem? Önkéntes. Aha. Középiskolában van. Hát, vagy nekem még nem volt. Nekünk nem volt, akkor, az fix. Akkor lehet, hogy az már tuti. Van. Na, 50 óra közösségi. De jó, de az milyen? Tehát ez nem ilyen rendes meló szerintem. Vagy igen? Nem tudom, az pontosan mit akar. Azért mondom, az nem az, igen. De szak... Ja, igen. Aha. Szóval az nem olyan. De rendes meló. Hát szerintem olyan is van.
pénzt nem kapsz érte. Ja, ja, ja. Azért mondom, hogy szerintem ettől függetlenül is, hogy még ezek vannak, én annak borzasztóan örülök egyébként, erre emlékszem, amikor bevezették, hogy a szakiskolákban van szakmai gyakorlat. Ja, hát persze, hát, igen. Én ezt is értem, hogy lehetett eddig, hogy nem volt. Tehát hogy ez tök jó dolog, legalább akkor találkozik vele az ember, de egyébként tényleg, tehát amikor mi voltunk fiatalok, basszus, általános iskola után gimnázium után főiskola, vagy nem tudom, bármi, igen, és igen. Utána mész dolgozni. Igen, hát, nekünk így volt. Hát ez tragédia, szerintem. És ebben a szempontból szerintem nagyon jók az ilyen diákmunkák. Nagyon. Hogy, tényleg nagyon. Meg a másik az, hogy ilyen kapcsolatokat tudsz képíteni. Igen. Tehát, hogy lehet, hogy később valahol diákmunkázol, és lehet később meg ott fogsz dolgozni, mert megszereted az ottani embereket. Megtapasztalod, hogy mi az, amikor át akarnak venni a fizetéssel. Igen, igen. Ilyen is volt nekem. Át tele? Akartak verni. Hát amiatt hagytam ott az egészet. Mondom, engem ne néző hülyének, baszki. Pontosan tudom, hogy mennyit vittem ki. Emlékszem, sose felejtem el. Hát már nem dolgozik ott az az ember amúgy, akivel összebajéztem. Fú. Nagyon fejdegesített. Na mindegy. A lényeg az, hogy ennek az újsághordásnak is véget ért. Ez a sztori. Aztán feltáltam magam. És csináltam magamnak saját melót. Ami egy nagyon izgalmas téma egyébként. Na, mi az? Hát, hogy utána mivel kezdtél el foglalatoskodni? Ja! Vagy lehet, hogy nem arra gondoltál mondtam, most. De. Hát szerintem nem ugyanarra gondolunk, Dani. Ja, jó. Amúgy... Tehát nem arra a pornós. Nem arra gondolok, hanem a... Hát utána ezt már meséltem, ilyen telefonos boltoknak segítettem be. Ja, igen, igen. Az volt a meló. Igen, igen. Aztán abból sokkal több pénzt lehetett szerezni, mint a diákmunkákból, úgyhogy utána már ott hagytam az egészet. És utána, nem hogy szabad-e mesélni, de egyszer mesélted nekem, hogy, mi? Utána elkezdtél dolgozni egy projekten. Melyiken? Miről beszélsz? Egy olyan, hogy is? Ja, tudom, mire gondolsz, igen, igen. De az végül sem volt munka. Nem, de az hogy, nem munka volt. De hogy abban is egy hatalmas nagy lehetőség volt. Hát, ja, azt próbálkoztunk. Annyi az egész, Dani itt mindenről lelátja, nézzétek meg, hogy... Hát, nem is tudom, mikor volt ez. Ötöd év? Amikor, igen, nálunk volt ugye technikum, vagyis hogy ötöd év, így, mert én szakiskolába jártam. Szakiskola most már? Amúgy akkor szakközépiskola volt, de az most már más jelent. Szóval ezt már nem értem én se. A lényeg az, hogy ilyen IT-s suliba jártam, középsuliba, és ötöd éven volt egy ilyen szakmai évünk, amikor Isten igazából ilyen, hát ez ilyen OK-s képzés volt a vége, szakgimi most már, azaz, igen. Na most már szakgimnázium, de amúgy akkor még szakközép volt, ami most már nem az. Tehát, na mindegy, igen. És akkor kezdett el így nagyon érdekelni az ilyen, hát az ilyen startupoknak a világa, meg akkor jött be itt Isten igazából Magyarországra az egész. Aztán poénból elkezdtünk dolgozni egy ilyen streaming szolgáltatáson. Az volt ilyen nagy projekt. Ja, arra ráment egy, nem tudom, egy év szerintem. És nem lett belőle semmi. De az élmény, meg az sok kapcsolat, amit akkor építettem, az eszméletlen jó volt. És nagyon megérte ezzel foglalkozni. De akkor még ez egy annyira elbaszott ötlet volt, hogy nem tudom, kb. Mindenki hülyének nézett. De nézzétek meg! Ez lett! Jani már akkor tudta. Before it was cool. Hát, sajnálom. Úgyhogy nem jött össze. Figyeltek, így van, a tapasztalat sose vész el. Ezek amúgy, az ilyen projektek mindig, nem mindig, de nagyon sokszor hülyének nézik az embereket, hogyha elkezdenek dolgozni egy saját ötletem, vagy ilyesmi, egyáltalán nem hülyeség. Minden számít. Tényleg, kapcsolatot építeni, akkor tanultam meg e-mailt írni, kb. Vagy hogy kell hivatalosan megfogalmazni egy levelet mondjuk amitől az Artisiusnak, vagy valami. Tehát, hogy ezeket az ember nem találkozik a hétköznapokban, vagy amúgy nem találkozna, és így akkor annyira így felkészített erre a dologra, úgyhogy ez egy nagyon-nagyon jó tapasztalat volt. Meg az, hogy eleve, hogy tudjátok, van egy ötlet, és hogy ez milyen jól hangzik, meg így megvan a fejedben, hogy fog kinézni, meg minden, és akkor össze kell rakni egy csapatot. És akkor ez mekkora már, hogy tudod így kitalálni, hogy akkor kivel fogsz dolgozni, keresni embereket. Nagyon-nagyon durva dolog. Úgyhogy megéri ezekkel foglalkozni. Én egyáltalán nem nézem hülyének azokat, akik ilyesmibe vágják a fejszélyüket. Túl sok pénzt szerintem nem érdemes ezekre fektetni. Van az a projekt, amire igen, de szerintem azért mondjuk valakinek a, nem tudom, a családi megtakarításait feláldozni egy ilyen random ötletért nem biztos, hogy megéri, de durva cucc megtapasztalni ezt a dolgot.
Ja, hát a végülben nem is tudom, hogy 4-en vagy 5-en dolgoztunk rajta. Amúgy az a baj, hogy ott akadt el az egész, hogy egész egyszerűen nem voltak ilyen feltételek itthon Magyarországon, hogy egy ilyet csinálj. Ez a baj. Komolyan. Tehát körülbelül annyira jutottunk, addig ment el a projekt, hogy a... Hát ilyen... Nem tudom. Ez olyan 2000... Nem is tudom, mikor is csináltuk. 2010 körül csináltuk ezt a dolgot, és addig jutott el a projekt, hogy olyan filmeket tudtunk volna a streaming szolgáltatásra rakni, amik mondjuk ilyen 40 évvel ezelőtt mentek. Meg 30. Erre kaptunk árajánlatot is amúgy, és mondtam, hogy na, ez ebből aztán ebből fog megélni. Bazzeg. Ez lesz. Bud Spencer az összes film mehetett volna. Tehát csak ott csináltunk volna egy ilyen izét, egy ilyen Bud Spencer és Terence Hill streaminget. Hát az ment volna. Arra kaptunk árajánlatot is. Az amúgy nem is volt olyan vészes. De ja, az fúra ment volna. Mindegy, nagyon le volt maradva tényleg így ez az egész, meg hát nem is nagyon volt streaming szolgáltató akkoriban még. Ez 2010 volt, mondom. A Netflix persze már volt, az adta persze az alapötletet, tehát ez nem kérdés, de itt Magyarországon, fú, nem nagyon. Voltak ezek valami videótékák, akkor így felmértük a piacot, de hát az senki nem használta szerintem. Úgyhogy, ja, ez ilyen. Nem, de tényleg ez, úgy képzeljétek el, ez akkora ilyen nagy dara volt, hát kiálltunk az utcára. Hogy legyen valami, tudod, valami felmérés, hogy ez amúgy, ez érdekli az embereket. Kiálltunk az utcára, érted, a random emberekhez oda mentünk, hogy hello, figyelj már, érdekel egy szolgáltatás havi 1500 forintért, és így egy csomó ember mondta, hogy takarod, hogy már ilyen lenne. Hogy ne persze, és tudod, mértük fel a izéket, és amúgy durva. Aztán volt, amikor kimentünk, más árat mondtunk. 5000 forint, te hol érdekel? 5000 forint? Nem viccelődjünk már filmekért. Aztán hát na. Úgyhogy ez volt akkor. Hát ez ennyi volt a felmérés. Nem tudtunk más csinálni. De amúgy tök király volt. Tök király volt. Ilyeneket csináltunk. Aztán statisztikákat vontunk le, hogy melyik korosztály mire nyitott, vagy mennyi pénzt fizetne egy ilyen szolgáltatásért, úgyhogy rendesen itt ilyen adhok jellegű felmérések is voltak, felmértük a piacot, már elképzeltük, ahogy tönkretesszük a konkurenciákat, mindet, kész. Nagyon durva volt. Hát ez a fapados piackutatás, igen. Hát jó, akkor még nem nagyon voltak más eszközeink, tehát akkor még semmi nem volt. Azért azóta már amúgy, akik ma elkezdenek ilyen ötleteken dolgozni, hogy mennyivel több eszközük van, hát valami elképesztő. Tényleg. Viszont amúgy megcsináltuk a felületét az egésznek, és technikailag működött a streaming akkor. Tehát van egy képem a Facebookon a mai napig, és most nem fogom tudni itt előkeresni, mert nem az én gépem van itt, de van egy gépem, hogy akkoriban még nem nagyon, tehát jó, akkor is volt Plex, ezt hozzáteszem, de ez egy saját megoldás volt, saját szerverrel, és én fogtam magam, és pont emlékszem, hogy utaztam egy ilyen ügyel kapcsolatban Budapestre, és a vonaton néztem a filmet. A saját szolgáltatásunkon, érted? Na, az volt 200 IQ 2010-ben. Nagyon jó volt. Ja, sose felejtem el. Úgy be voltam szalonon, nézem, megy. Beszarok, megy. Úgyhogy jó volt, az menő volt. Igen. Persze meg lehetett volna, és nagyon, az nagyon nagy érzés volt tényleg, és ezt meg lehetett volna sokkal egyszerűbben csinálni, nem ez volt a benne a lényeg, mert akkor is meg lehetett ezt csinálni, hogy nézel otthoni cuccot, csak ez egy saját szerver, saját megoldása, úgyhogy azért volt nagyon menő. Mobilnettel, hát igen, Covid nem sokáig néztem a filmet, ne aggódj, tehát korlátozott volt a mobilnet, de tényleg ez nagyon-nagyon fasza volt. És ugye a másik nagy teszt szintén arról a videó, amúgy ez fenn van a YouTube-on. Na mindegy. Az volt, hogy ugye tesztelgettük, hogy egyszerre hány, vagy hogy milyen erőforrások kellenek, és valami, nem is tudom, valami 15 vagy 20 eszközön egyszerre ment a stream. Tudod, hogy na, ennyit kibír, jó. És akkor ebből tudod, számoltunk, hogyha mennyi volt a proci terhelés, akkor ezt így kéne skálázzuk, és akkor tudod, és na mindegy. Mentek ezek srácok, ez egy jó dolgok. Ilyen hülyeségeken dolgozik az ember. Terheléses teszt. Hát igen, úgy, ahogy lehetett csinálni. Ja. Ez nagyon jó példa arra, hogy most független attól, hogy ez most végül összejött, vagy nem, hogy attól független, hogy próbálkozol, azzal is mindig tanulsz. Tehát, hogy ez így soha nincs veszteség. És hogy tényleg, hogy van álmatok, hogy akár egy ilyen ötlet, hogy ez hasonló, hogy ne adjátok fel, és hogy küzdjetek érte. Így mert van. Tényleg a mai világban meg már sokkal könnyebb
lenne mondjuk egy ilyen dolgot megvalósítani, már csak maga a kérdőív szempontjából is, meg nyilván a technikai szempontból. Sokkal egyszerűbb lenne. Sokkal egyszerűbb lenne. Milyen felba, de full HD-ba volt. 2010-ben full HD-ba nyomtuk. Hát nem írskedj már, ott akkor is már quality volt. De tényleg, az már akkor az volt. De nézzétek, azért mondom, hogy ezek ilyen hülyének tűnő dolgok, amikkel így foglalkozik az ember, meg lehet, hogy valaki azt mondaná, hogy elveszi az idejét valami mástól, valami fontosabbtól, nem igaz amúgy. De én biztos vagyok benne, hogy akár Mark Zuckerbergnek is biztos mondták először, hogy Facebook mi vagy, mi ez? Hát meg eleve tök más volt a Facebook. Ja, igen, amikor igen. Kitalálta, ugye ez arról szólt, hogy minél több csajt megtalálj. Isten igazából ennyi volt a lényege. De ja. Úgyhogy ennyi. Na, srácok, ezt csak azért is meséltem el, hogy ha valaki esetleg hasonló helyzetben van, nem feltétlenül fontos feladni ezeket a dolgokat, nagyon sokat lehet belőle tanulni. Így van. És hogyha már ilyen újításokkal na, beszélünk, Dani. Az egyik téma, amit hoztam, mondja. Hogyha esetleg a második linket megnyitjuk, igen. Hogy nem tudom, hogy tudsz-e róla. Mi a jó Isten ez? Hogyha egy kicsit feljebb megyünk, vagy onnan kezdődik, vagy nem, kicsit, hogyha vissza. Igen. De innen kezdődik. Várjátok, mutatom. De most az a lényeg, hogy most már a Teslákhoz is elkezdtek gyártani ilyen kis gyönyörű. Azt a kurva élet. Mi ez, valami tuning kit? És ezt meg lehet egybevenni? Igen. Hát várjál már, Dani. Amúgy jól néz ki. Csak kíváncsiad a véleményedre, hogy mit szólsz. Hogy... Azt a rohadt. Amúgy jól néz ki. Kész. Amúgy esküszöm tetszik, Dani. No refunds, nézd meg. Jól néz ki, Dani. Nem semmi. Nem csak így feljött egy videó, és akkor így... Én még nem láttam ilyet. Mennyibe kerül? Hogy nézem? 3640 font? De ez egy set? Igen. Szerintem ez a fullos set. Free worldwide shipping van. Nézd? Hát jó, mondjuk plusz a vám... De igen. Nézzétek, 3640 font, olcsó. Ennyi. Jó, amúgy tényleg jól néz ki. Tényleg jól néz ki. És ezt ki fogja felszerelni? Azt nem tudom. Amúgy jól néz ki tényleg. Menő. Dani, nem semmi. Hogy ilyenek vannak? Akkor... Nem is tudom, melyik témával. Fogyat a témát. Folytassuk ezzel. Igen. Most megintottál. Jó. Hát úgyis már... Nem sok idő van hátra. Na, ezt mondtad nekem pénteken. Nézzük meg egy kis vicces dolgot. Nem tudom, hogy hallottatok-e róla, hogy van egy olyan... Ez egy AI tool. Egy AI ugye? Tool, így van, ami mémeket képes gyártani. Na, ez a durva, igen, ezt mondtad. És úgy működik, hogy csak szimplán beírunk egy bármilyen szöveget, nem kell annak még viccesnek lennie. De magyarul vagy angolul? Angolul. Image vagy GIF? Image. Legyen image. Igen. És akkor... Tényleg, hogyha beírunk bármit, legyen ez bármi, legyen? Egy bármilyen élethelyzet. De mi? De írjon, legyen az, hogy a chat ír, mond valamit. A chat? Aha. És akkor ne az legyen, hogy mi találtuk ki. De várj, de mit? Bármilyen élethelyzet, de tényleg. Várj, nézem. Hát, ha írnak valami jót. Mindjárt Balázs várjá, beír valamit. Várjál, leviszem valami. Addig. Nézzük. Nehéz kitalálni. Walking in the street? De ilyet, ilyen jellegű? Angry streamer flips no, table. Nagyon az. Jó. Ez nagyon tetszik. Ez nagyon jó. Visszaidézi a tegnapi napot. Na már kicsit. Azt mondja. Angry streamer flips table. Így? Uh-huh. Igen. De mi magyarul is lehet, hogy lehet. A 110 plusz language. Support ja, team. Amúgy ezt nem néztem. Vagyis még nem próbáltam magyarul, de amúgy lehet. És most generál egy darab képet? Nem, többet is. Többet generál? Ez jó. Two girls, one cup. Nem, azt nem írjuk be. No. El kell egy kis idő. Kell egy kis idő generálja, nem baj. Mindjárt meg lesz. Na! The moment you realize you are the reason by the table flip. Ez fasz? Jó. Aha. Figyelj, amúgy... De egész jól működik. Egyébként nem rossz.
Bend the line, destroys your kill streak. Bend your fire. Hát ez kész. És akkor ezt ez egy AI csinálja. Igen. Na jó, figyelj, faszal amúgy, Dani. De ez hihetetlen. De úgy tök jó. De és magyarul is működik? Próbálj ki hát, hogyha. De mi legyen, várjál. Nem figyeltem, hogy miket írna. Várjál csak. Azt mondja, olcsó boiler eladó, az nem jó. Az nem jó. Nem jó. Várjátok. Mikor meglátod a barátod anyját, ez jó. Mikor meglátod a barátod anyját. Na nézzük. Most ez jó. Na kíváncsi vagyok, hogy magyarul tud-e. Amúgy meg se néztem, nem nyomtam rá, hogy 110 language-re, lehet, hogy magyar nincs benne. Kiderül. Aha, aztán, igen. Hát akkor ez így nem jó, viszont beírj angolul. Amikor te, nem? Igen. Most kiderül az igazság. Nem is érdetlen, mert tényleg mindenre van. Hát nézd, de ez az AI túl az egyre durvább amúgy, Dani. Tényleg, majd a következő happy hour-ben rámegyünk arra azért, amit beszéltünk, a generatív túlra. Nice. Mert az a kapcsolatban meg külön én még néztem most a hétig egy csomó mindent. Na, tényleg? Hát nagyon durva amúgy, tényleg nagyon brutál. Amúgy tök jó tényleg, hogy ilyenek vannak. Gyerek, mi? Hát azt majd lehet következő. Akkor ez bezárva. Jó. Mert ez, bár mondjuk végül is most volt szó a gyerek. Vagy még nézzük meg őket? Hát nézzük akkor meg, Dani, legyen ez a téma. Jó, legyen ez a zárás. Ez egy ilyen nagyon adhok jellegű műsor. De ezt megvárom. Akkor is megvárjuk, hogy lehet fogja ezt így szépen izelni nekünk. Tök menő kis oldal, szuper meme. Ja. És ez ingyenes? Igen, igen. De akkor mi ez a subscription? Lehet, hogy csak bizonyos mennyiségű mémet lehet gyártani. Choose your plan. Aha, solo, 100 credits per month, ott van, $10. De azt tudom, hogyha belépsz, akkor is tudsz már. Marketing tímeknek $35 havonta amúgy. Nem nagyon csinálja, Dani. Lehet, hogy ez... Ez lehet egy kicsit izé 20 free credits remaining, ott írja, Dani, amúgy. Aha, a lehet az ingyenes verzióban, igen. Az ingyenes verzióban. Nem írja. Na nem baj. Na, annyiban nem baj. Legyen NSFV igen. A téma. Na, és ezzel kapcsolatban mi újság, Dani? Akkor igazából most otthon voltam a hétvégén, és arra gondoltam, hogy mi lenne, hogyha, mert az úgyis mindenki szereti az ilyen gyerekkori képeket, és most hoztam kis, Dani. Kis Danit, elhoztam, és néhány gyerekkori képet. Itt van kis Dani, valamra. Létezik ez? Srácok, ez valami eszületlen műsor ma. Nézzük. Ez vagy te, Dani? Igen. Hát nem ismertelek volna fel, azért azt hozzá kell tenni. A Snoopy-s pulcsitba. Hát nézzétek meg a kis Danit. Hát ez ilyen van. Hát ez full hype amúgy. És itt hány éves voltál, Dani, tudod? Fogalmam sincs. Nem vágod? És valami sztori ezzel a képe kapcsolatban? Nagyon tetszik a függöny. A függöny a best. De várjál már is, hogy mi csillantott meg? A függönyön csillant meg a fény? Vagy ott olyan, mintha lenne egy üveg előtte, vagy nem tudom mi az. Vagy lehet, hogy fotóztam a képet. Valahogy így a... Jaj, az lehet. Nagyon tetszik a nadrágod, Dani, amúgy szerintem nekem is volt ilyen. Nagyon menő. A helycsik is, hogy jobbra megyek, most megy tovább? Igen. Hány nézem csak? Kettes kép, Dani. Azt nézve, hogy már akkor bringáztál, Dani. Már akkor elkezdtem. Tudtam én. Mindig is bringázott, Dani, amúgy. Nézzétek meg. Ott is már két kerekűvel. Amúgy nem, semmi. Egyben. Mély víz. Egyben. Nagyon tetszik. Na, itt meg ez egy ilyen karácsonyi kép. Karácsonyi kép. Kikockáztad anyukádat? Nem, az a tesó. Tesó? Ja, nem látta. Aha. Hát ez ilyen kis aranyos kis karácsonyi kép. Ez nagyon aranyos. Nekem is kis Mickey Eggeres pulcsa. Hát egy kicsit belezoomolunk. Bazeg. Ilyet tud ez a gép. Bár kicsit ott a Mickey Egger. Aha.
Ott vannak az ajándék, tehát akkor itt még nem bontottátok ki? Hát igen. Mekkora hajad volt, Dani, amúgy? Nagyon durva. Nekem nagyon sokáig ilyen gomba friszkó volt. Nekem is. Hát full gombában nyomtam. Ja, tényleg, igen. Hát ne ügyeskedjen, mert full gomba volt. Hát a legjobb. Akkor az volt a... Amúgy vissza kéne hozni. Esküszöm, megcsinálom. Full gombában fogom nyomni itt. Legjobb. Nézzük csak tovább. Jó nagy kép. Hoppá, hoppá. Hoppácska. Itt már ott van, nézd meg. Ott van. Neked? Mi az? Milyen, mivel játszol? Az egy Sega. A játékot azt nem tudom. Megmondom őszintén. Oké, de az... látom valami... bazzik, például nagyon ismerős a neve. Amúgy igen. Címe, meg a logója. És itt csak itt el szeretném mondani a nézőknek, hogy igazából ez nem nagy titok, de hogy az én szívem ez mindig is a videójátékok álltak a legközelebb, és azért, mert még ezelőtt egyébként én egy Commodore 64-en kezdtem. Aha. Az volt az első, amin megtapasztaltam, hogy milyen videójátékokkal kezdeni, és hát onnantól kezdve gyakorlatilag örök szerelem azóta is. Aha, aha. És hát igen, már elég fiatalan itt is már látszott, hogy itt már egy Sega volt. Hogy nyomadtad a Szegával? És ott már pörgött a Sega. Hát ez kész. Nézzétek meg. A Kontrának van amúgy ilyen betűtípusa, igen? Lehet, lehet, hogy az. Annak pontosan. Azt, igen, 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 igen. Nagyon menő. De, amúgy de, de ez menő. Az öltözködés, ez nem tudom. Én erre nem emlékszek, hogy... Ez akkor ez a lila, ez annyira mendani. Én minden lilában vagyok. Az összes ilyen gyerekkori képemben. Ez a lila, zöld, ez meg a... Ez pontos ugyanígy néztem én kis képem, úgy. Ez feltlen, tényleg. Ez, de akkoriban tényleg, ugye? Mindenki gyerek... Nem tudom, valamiért a mi gyerekkorunkban ez, mondjuk én 91-es vagyok, te meg 89-es, ugye? Igen, igen. Akkoriban nagyon ment ez a lila. Ugye? Ez volt a menő. Amúgy, és egyébként szerintem jön vissza ez. Tehát most is menő egy lila. Easy peasy. Akkor tudtuk. Akkor, before it was cool, Dani. Na nézzük csak, következő kép. Hoppá! Itt meg a tesómmal játszok szintén. Itt már azt hiszem PS1-en. Várj egy kicsit, ez viszont várj, ez Street Fighter? Mortal Kombat. Mortal Kombat? Mortal Kombat. Ja, tényleg, baszki, tényleg. Mortal Kombat, baszki. Te nagy konzolos voltál, Dani. Igen. Te kontrolleres player vagy. Látszik rajtad amúgy. De nem baj. Csak viccelek. Tök jó. Na, tök jó. Hogy nyomtátok? Micsoda setupok voltak itt? Á. De ez egy másik szoba, mint ahol az előző kép készült. Igen, igen. Mindenhol volt egy konzol? Mindegyik szobában? Mindegyik szobában. Nagyon durva. Ez viszont ez a függöny, ez ismerős. De ez még kísér az összes képen. Igen. Még kísér az összes képen. Mindegyik képen van amúgy egy ilyen függöny, láttad? Itt is van. Csak ez egy más mintájú. És az utolsó kép, ez az utolsó? Igen, szerintem ők meg a szüleim. Ők meg a szüleim. Aha. Korukban. Hát nagyon aranyosak. Nézz oda, hogy nyomatják. De nagyon király, Dani. Köszi, hogy megmutattad nekünk. Hát, csak így gondoltam azok néhány tök képet. Jó. De tök jó. Nagyon tetszik a hajad, hozzá kell tegyem. Végig, eszméletlen hajad van, Dani. Nagyon jó, nagyon jó. Nagyon szépen köszi, Dani, tényleg, hogy megmutattad ezt nekünk. Bevezettél minket itt a Dani család rejtelmeibe. Köszi szépen, tényleg. Nagyon, nagyon fasza volt. Úgy látszik, hogy akkor végülis mindannyian ilyen nagyon hasonló divatban nőttünk fel. Igen, igen. Nézzek, biztos sok lány volt szerelmes, ott írja Zsofix. Hát alig tudtad levakarni magadról lobodába is. Már tudom, Dani, mondjad. Átosliba mennyi volt, mondjad. Tudom én. Én amúgy megmondom őszintén, én nem voltam ilyen nagy csajozó sose. Nem. Elég bajaz. Elég bajaz. Há, Istenem. Há. Kicsi Jani mikor lesz? Hát Kicsi Janit már mutattam. Hát ő nektek. Már volt. Hát én már voltam. Hát most még egyszer nem tudom előszedni most. Így a végére. Nem tudom, majd legközelebb megmutatom akkor. De már volt amúgy. Ezt vissza is tudjátok keresni. Vagy nem? Nem? Valamelyik 200. Vagy igen, nem tudom. 200. happy hour mikor volt. Igen. Ott. Jó, hát már nem most van, de akkor is van. Igen, igen. Egy kis videót raktam ott össze. Igen, igen. Arra, igen. A 200. happy hour-ben van egy videó, és ott az összes régi kis. És ott az a durva, hogy ez nem is képek, hanem videók rólam kiskoromban amúgy. Igen. Igen, azok videók. És ez még ráadásul... ja, igen, igen, igen. Ott a hanggal együtt van. Tehát ott a régi kiskori hangom is ott van. Igen. Meg ott a kicsi Pisti is ott van. Na, hát pontosan ez a lényeg. Igen, igen. Mindketten benne vagyunk. Csak Pistiről ugye képek voltak, és rólam voltak videó.
Ja, nekem is van, vagy nekünk is van egy csomó videó, csak na mindegy, majd lehet next time megnézem, csak ugye VHS kazettám van, és na. Nem is tudom, hogy az még működik, a VHS lejátszó, és így... Hát igen. Digitalizálni kell. Digitalizálni de ezek kell. Olyan jók, ezek a, amikor tényleg így vissza tud nézni magadnál, hogy ezek a régi emlékek, és régebben amúgy kicsit nehezebb volt, de persze akkor is lehetett, akkor is volt fényképezőgép, meg videókamera, de szerintem manapság egyébként meg gyakorlatilag a születésedtől kezdve már a szülők így csinálják a rengeteg fotót, nem? Meg... Persze, ma már tök más ez az egész. Igen. Azért nézem, megnézem már, hogy szerintem, hogyha Pisti, ő elvileg hozzáfér a csatornához. Visszakeresed a... Amúgy szerintem igen. Várjál. Meg tudom akkor mutatni nektek, hogyha már itt ilyen kicsi képek vannak, és érdekel titeket. Azt hiszem, hogy rá tudok keresni, hogy ja, nézem. Valami van. Igen. De én nem ezt akartam, hanem van egy másik, várjátok egy pillanat, elő fogom keresni amúgy, fixen, meg lesz, nyugi. Keresem, Dani. Itt van, megvan. Megvan a nyers videó, csak azért, mert az ott a... Na, mutatom nektek, ez most hang nélkül, mert az a baj, hogy copyright a zene van benne, úgyhogy ezt nem akarnám mutatni. Tudom, hogy hang nélkül nem olyan nagy élmény, de... Ez mi? Ja, rossz izén vagyok. Ez ti vagytok, bocs. Mutatom. Ez az. Aki esetleg nem emlékezne rá. Ott vagyok. Ez az a videó. Ott, amúgy hasonlítottam, nem? Mondd át, hogy nekem is egy gomba friszkóba nyomom, azt nézzek. Ott nyomom. Ott integetek, látod, a Monster Truckon nyomom. Na, akkor is nézd meg. Pillanatok alatt. Hát igen. Ott az apukám. Látjátok, ennyi. A kis macska jelmez. Ja, az benne lesz tényleg, ebben a videóban el is felejtettem. Nézzek, figyelj. Hát ez a gomba hajdani, ez mennyire best, ment? Legjobb. Eszméletlen volt. Amúgy most itt, láttam, hogy az előbb lilás izébe voltam, ott is én is. Most itt szürkébe vagyok. De amúgy ennyi, ott a gitárot pergetem. Nem hiszem, ez ott van zene is amúgy. Már ott kezdődött. Ott nyomtam, látod a gitárt? Figyeled? Pillanatok alatt. Ott nyomom. Hát na! Ez ilyen. Ez ennyi. De benne van, megvárjuk a macska jelmezt, megvárjuk. Az is benne van. Ez hatalmas. Mert az intróba? Amúgy igen. Itt azért mutatom ezt ennyi ideig, mert amúgy van hang. És nyomhatom a gitárra. Itt pedig verset mondok. Már azt is tudtam. Dani. Nem is tudom, hogy hány éves lehettem amúgy. Fogalmam nincs. Hát passz. Amúgy nehéz így meghatározni. Igen. Amúgy rohadt nehéz. De szerintem mondjuk olyan általános iskola eleje lehet ez szerintem valahogy. Vagy valami ilyesmi. Itt van a full China Batman denevér, azt nézd meg. De hogy nyomatom neki, figyeld? Na itt lesz, megvan, ott van a macska jelmezbe, macska Jancsika, ott van a macska Jancsika, és benne lesz a farkam is, mármint, hogy a jelmez farka. Ott van. Legjobb. Na jó, most srácok. Elég volt ennyi már. Megnéztük a gyerekkori csodákat. Dani átvitt minket ilyen nosztalgiába. Nagyon szépen köszi, srácok, tényleg. A legjobb volt. Hát ezek jó van már, na hát most nem is tudom, talán anyukám vagy nagymamám csináltam, már nem emlékszem pontosan. Gyakorlatilag egy drótból volt. Hát most legjobb. Az egy ilyen rögtönzött megoldás volt, maradjunk ennyiben. De működött. Senki nem szólta meg annó. Egyébként ezt hozzá kell tegyem. Ja. Úgyhogy ennyi. Most már még egyszer láttátok, megismételtük magunkat. Felhasználtuk újra a kontentet. Már megérte megcsinálni, Dani? Ez ennyi. Nagyon aranyosak voltunk. Köszönjük szépen, Zsofix. Köszi szépen. Úgyhogy most már csak Balázs hiányzik. Balázs? Tényleg? Balázs gyerekkori képei. Balázs, valami, most készülj, mert ez így nem állapot.
Arra várattok! Arra várattok! Arra várattok! Nagyon sok pénzt kell fizetni. Na jó van. Na jó van, nagyon szépen köszönjük. Nagyon köszönjük a figyelmet. Srácok, a ma délutáni stream 2-től a kérdőjel című műsor az lesz. Az egy olyan jó játék amúgy. Nagyon durva játék. Róla. Ugye most ez úgy most jelent meg, ma. Ma jelent meg, kérdőjel. Ez lesz délután 2-től. A héten egyébként most így, hogy bekattant ez a kód, lehet, hogy lesz egy kód délután. Legyen ma. Ja, és aki esetleg nem tudná, ezt nem is tudom, meséltük el, hogy a Pisti nincs a héten. Ja, igen. Ezt nem is mondtuk tényleg. Tehát Pisti nincs ezen a héten, szóval én foglak titeket szórakoztatni délutánonként. Úgyhogy nem lesz ma Happy Hour Plus, ami egyébként ugye ilyenkor szokott lenni, hanem most valami játék lesz. Amúgy lehet, hogy megnézem ezt a kódot, vagy ne? Nem tudom. Meglátjuk, hogy mi lesz. A héten, ami biztos, hogy lesz, ezt megígérem nektek, lesz horror játék. Lehet, hogy csinálok egy ilyen nagyon gagyi indie horror délutánt, még az is legyen. Csütörtökön 2-től a hard moddal fogunk Battle Beat remasterözni, ami állítólag egy nagyon gagyi grafikájú Battlefield. Úgyhogy ezt fogjuk a hard moddal nyomatni, Danával, Nessájjal és E-Hunterrel. És még majd meglátjuk, mi lesz a héten. A lényeg az, hogy amúgy minden nap lesz stream, tudom, hogy nincs beírva a menetrendbe, de 2-től lesz minden nap. Nagyon köszönjük, hogy itt voltatok, legyetek jók, vigyázzatok magatokra. Kitartás nagy melegben. Így van. Balázs stream, legyen Balázs stream, egyik nap, nem is rossz ötlet. Nyomathatná izét. Mi az? Snowrunner-t. Balázs, neked van contented a Snowrunner-re? Már végigjátszottad az egészet, mi? És most nincs új season. 18-án jelenik. Nem baj, Pistér, megmondjuk, hogy majd legközelebb. És akkor 18-án nyomod, Bazsi. De jó, csak viccelünk. Srácok, legyetek jók. Szevasztok. Sziasztok. Melyik az a gomb? Ez az. Piripipi, piriri. Sa-sa-sa-sa-sa. Most jön majd, Dani, figyelj. És utána... És...